Kedves vendégeink, szeretettel köszöntök mindenkit a Mezőtúri Közművelődési és Sportközhasznú Nonprofit Kft. Nevében a 2023. évi május beállításon. Elsőként tisztelettel köszöntöm Szűcs Dániel polgármester urat, Herceg Zsoltot, a térség országgyűlési képviselőjét, Patkós Éva alpolgármestert, a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület képviselőit, az Intézményellátó Kft. Képviselőjét, a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Képviselőjét, a megjelent városi képviselőket. Köszöntöm a Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klub tagjait, akiknek ezúton is köszönjük a május beállításának megszervezését, és köszöntök minden kedves résztvevőt. Elsőként felkérem a civil díjas Herceg Antalt, a Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klubjának elnökét, mondja el ünnepi gondolatait. Tisztelettel köszöntöm május 1-i ünnepségükön május faállítás alkalmából jelenlévőket. Az első szabad május 1-e hazánkba 1946-ba ünnepeltük. A munka ünnepe reményt adott a dolgozó kezek eredményes munkájához. A munkások a nemzetközi ünnephez kapcsolódó a májusfa állítása is. A természet is tette a dolgát, nem maradhatott el a megújulás sem. Májusban, mikor a tavasz mellénk végre meleg és megérkezik, fénybe fürdőzik az egész világ. Alkothat a természet, bízunk benne, lesz aratás. Előttünk lévő májusfát a fiatalok, az idősebbek, a hagyományőrzők és az itt lévő vendégek közös összefogásával díszítettük fel. A májusfa most már készen pompázik a felállítására. Most már minden mezőfű borít és minden fát levelek, most az erdő kivirágzott. Szüleimtől tudom, 77 évvel ezelőtt vettem részt életem első május első ünnepségén, azóta is őrzöm emlékeit. Erre a szép hagyományra ma is szívesen emlékszik vissza az idősebb generáció is. Ezen ünnepség jövő nemzedéke jelenléte és ünnepségre való részvétele az bizonyítja, hogy csatlakoznak a megújulás ünnepséghez. Minden kedves ünneplőnek további jó szórakozást és kellemes majális kívánunk, Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klubja. Köszönöm, hogy meghallgattak. Megköszönöm Herceg Antal szavait. A továbbiakban felkérem a Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth úti tagintézményeinek diákját, Beteg Gwendolint, idézze fel május 1-e történetét. Felkészítő tanára Csurgó Erzsébet, fogadják őt nagy szeretettel. A májusfa hagyománya. A májusfa hagyománya az egyik legszebb régi népszokások egyike, amelyel elsősorban a természet megújulását, virágba borulását ünnepelték a húsvét utáni időszakban. Az Európa szerte elterjedt udvarlás szimbóluma és eszköze volt. A májusfa eredete valószínűleg a kereszténységet megelőző korokban nyúlik vissza. Legkorábbi magyarországi írás és emlék 1502-ből származik. A májusfa állítás szabályai. A legények éjszaka titokban indultak fát vágni, majd hajralra véradóra feldíszítették és a kiszemetlen udvarába helyezték, általában a kerítéshez erősítve. Legtöbbször virággal és szalagokkal, egyes helyeken étellel, itallal is díszítették. A májusfát általában a kiszemetlánynak udvarló legény vezetésével állították, de több helyen szokás volt májusfát állítani a rokonlányoknak is. Egyes területeken a közösségnek is volt közös májusfája, amelynek kidöntését táncmulatság kísérte. A májusfa díszítése. A májusfa magas, legaljazott, lombos tetejű fa vagy ág. Sokszor nyárfát, egyes helyeken fenyőt használtak májusfának, de előfordult a vadkörte, orgona, vadpiszka is.
A díszítéshez színes papírszalagokat, zsebkendőket, virágokat használtak, ez tájegységenként különböző ajándékokkal, telüveg borral, hímás tojással, étellel és itallal is kiegészítették. A fanadsága és fajtája az udvarlási szándék komolyságával volt kapcsolatban. Szegénynek számított, aki már elérte a nagylánykort, és mégsem kapott májusfát. Ha több udvarló is akadt egy háznál, előfordult, hogy reggelre több fa is díszelgett a lányoshez udvarában, ezeket azonban a riválistól való félsz miatt őrizni kellett. Illő volt, hogy a faállítókat megvendégeljék, borral kínálják. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük szépen, a továbbiakban pedig felkérem Szűcs Dániel polgármester urat, mondja el köszöntő beszédét. Tisztelt országgyűlési képviselő úr, tisztelt alpolgármester asszony, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy tiszteletet köszöntök mindenkit a mai nap alkalmából, május 1-e, valamint a májusfa állítás előtt állunk éppen. Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehetünk a mai nap folyamán, mégpedig a Mezitúri Közművelődési és Sport Nonprofit Kft.-nek, valamint az Intézményállató Kft.-nek is, akik rendkívül sokat dolgoztak azért, hogy a mai napon létre jöhessen ez a rendezvény. Külön szeretném megköszönni a Közösségi Ház minden dolgozójának, akik azt gondolom, hogy olyan minőségi programot állítottak össze, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a mai napon a számításukat. Most is, ahogy körbenézek, örömmel látom, hogy a kicsiktől egészen tényleg a legnagyobbakig, az idősebbekig mindenki képviselteti magukat. Hát ez a lényeg minden egyes ilyen rendezvényen, azért szervezzük, hogy akik szeretnének részt venni, és van igényük ezekre a rendezvényekre, azok eljöhessenek és jól érezhessék magukat. Ahogyan körbesétáltunk itt a délelőtt folyamán, láthattuk, hogy gyakorlatilag a különböző bográcsokban, különbözőknél és jobbnál jobb ételek rotyognak a bográcsokban. Úgyhogy én ajánlom mindenkinek, hogy délben ne siessen haza, hanem válasszon azon ételek közül, amelyek megtalálhatóak most itt a Petőfi téren. Volt szerencsém kóstolni jó párat, finomabbnál finomabb ételek közül lehet választani, és hát a délután folyamán pedig a szórakozásé és a kikapcsolódásé lesz a főszerep. A májusfa állítás alkalmából tisztelettel szeretném megköszönni ezúttal is a Szépkorúak Hagyományőrző Klubjának és azon belül Herceg Antalnak, a klub vezetőjének, hogy immáron több éve hagyomány, hogy a Majálison, Mezőtúron is felállításra kerül a mögöttünk látható májusfa. Én azt gondolom, hogy ezt a hagyományt fontos, hogy őrizzük, és hát ennek a hagyománynak a miértjéről, a történelmi múltjáról Gwendolyn segítségével már hallhattunk információkat. Tisztek, hölgyek és urak, szeretném még egyszer megköszönni a Közösségi Ház dolgozóinak, hogy itt lehetünk. Szeretném megköszönni a Hagyományőrző Klubnak, hogy ismét felállításra kerülhet ez a májusfa. Hát díszelegjen itt a mai napon mindenki számára, készüljenek jobbnál jobb képek a májusfa alatt, és nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönjük szépen polgármester úr szavait, most pedig felkérem Herceg Zsolt országgyűlési képviselő urat, mondja el ő is ünnepi gondolatait. Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Először is, kedves Gwendolyn, gratulálok, nagyon ügyes voltál. Beszélgettünk itt előtte, hogy picikét izgulsz, de mondtam, hogy nem kell, és nagyon ügyesen elmondtad, úgyhogy gratulálok, tisztelt jelenlévők. Nagyon örülök annak, hogy az idei esztendőben ismét sikerül ezt a hagyományőrző rendezvényünket megrendezni itt ezen a szép, csodálatos helyszínen. És szeretnék elsősorban köszönetet mondani polgármester úrnak, az önkormányzatnak, és természetesen mindenkinek köszönöm a munkáját, aki a mai napon azért dolgozik, illetve az megelőző napokban és majd holnap azért fog dolgozni, hogy mi itt jól érezhessük magunkat. Köszönöm szépen mindenkinek, aki jelen van és aktívan részt vesz a hagyományaink őrzésében. Ugye a mai napon a néphagyományainkra emlékezünk, és őrizzük azt, és igyekszünk továbbadni a felnövekvő generációk részére, és hát nem utolsó sorban a gasztronómiai hagyományainknak is hódolunk, és élvezzük azt. Szerencsések vagyunk mi ma élők, hiszen mi a hagyományainkat megélhetjük, és nem a vérünket áldozva kell a nyugodt hétköznapokat biztosítani. Úgyhogy én is szeretném megköszönni Anti bácsinak, a klub minden tagjának azt, hogy nem csak a mai napon, hanem az év számos
alkalmával, amikor a hagyományaink kerülnek előtérbe, akkor mindig számíthatunk rájuk. Az önkormányzati eseményeken is ott vannak, és részvételükkel, munkájukkal hozzájárulnak a rendezvényeink színvonalának az emeléséhez. Nagyon jó egészséget kívánok klubvezető úrnak, a klub minden tagjának, és hát természetesen önöknek, tisztelt jelenlévők, azt kívánom, hogy érezzék lehetőleg minél jobban magukat a mai napon, élvezzük ki ezt a szép, csodálatos, napsütéses napot. Mindenkinek jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Köszönjük szépen képviselő úr szavait. Felkérem Ádám Jánosnét, a Mezőtúri Szépkorúak Hagyományőrző Klubjának a tagját, adja elő szavalatát. Szép jó napot kívánok mindenkinek. Szeretettel köszöntök én is minden kedves jelenlévőt. Egy anyáknak jához közeledő verssel szeretnék kedveskedni. Mentovics Éva, a nagymama tavasza. Mondd csak, nagyi, a te hajad mitől fehér, mint a hó? Tudod, kicsim, télbe léptem, de nem bánom, így a jó. Hajdanába kobakomon szőketincset fújt a szél. Tudod, mikor tavasztáján a kis bimbó útra kél. Szírma, mint a könnyű sejem, színe pompás, zsenge friss, mint a mezők aranyhaja, olyan volt rég nekem is. Később, mikor nyárba léptem, ragyogott az ég nekem, s nem sokára anyukádat dédelgette énekem. Csodálatos évek jöttek, nem feledem sohatán, milyen boldog volt családunk nagyapókád oldalán. Aztán, mikor édesanyád egy ifjúban párra lelt, a nap minden sugarával örömtáncát járta fent. Hosszú évek teltek, múltak fényes nyarak, szép telek, ezerszínű őszünk múltán hajamra már dérpereg. De tudd, kicsim, szép a tél is, mert a tavasz aranyát, mióta élsz, drága kincsem, a te lényed adja át. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönjük ezt a szép szavalatot. Most pedig megkérem a kedves megjelenteket, hogy a kapott emlékszalagokat kössék fel a mögöttünk látható májusfára, majd segítsenek a fát felállítani, hogy ünnepségünk alkalmából a megújulást a május 1-jét jelképezze.